Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó az ATV. Legalább 27 embert megöltek, további mintegy 80 embert megsebesítettek öngyilkos merénylők Nigéria északkeleti részén. Előbb egy piactérnél történt támadás, itt szemtanúk szerint egy nő robbantotta fel magát. Ezt követően egy menekülttábor közelében követett el támadást két terrorista. Ebben a merényletben azonban rajtuk kívül nem halt meg senki. Szakértők arra emlékeztetnek, a régió, ahol az öngyilkos merényletek történtek, a Boko Haram iszlamista terrorcsoport és a központi kormányzat egyik fontos ütköző zónája. Raqqa déli negyedeiben nyomultak előre a szíriai demokratikus erők fegyveresei az iszlám állam elleni offenzívában. Beszámolójuk szerint a szíriai város felszabadítása csak lassú ütemben tud haladni. A dzsihadista szervezet ugyanis mesterlövészekkel, autóba rejtett pokolgépekkel és más álcázott robbanószerekkel küzd ellenük. Ráadásul az iszlamisták a civil lakosságot sem engedik távozni a városból, a túlszul ejtett polgárok élő pajzsként használják az ellenük harcoló kormánycsapatokkal és milíciákkal szemben. Legalább 400 ember meghalt, több százat pedig még keresnek Sierra Leone-ban. Az afrikai ország fővárosának környékén hétfő pusztított óriási áradás és földcsuszamlások. A hatóságok attól tartanak, járványok törhetnek ki, ha nem tudják elég gyorsan eltemetni a rengeteg halottat. Közben pedig több ezren vesztették el otthonaikat is. Megállíthatatlanul hömpölyög a sár ennek a városnak az utcain Sierra Leone-ban. Az országra hétfőn sújtott le a tragédia. A három napos folyamatos esőzések miatt ugyanis óriási földcsuszamlások, majd sárlavinák indultak meg. Rengeteg embert, házakat és pálmaültetvényeket sodort el a víz, még ezt a nagy házat is, ami mögöttem van. Nekem is van egy barátom, aki itt él, ő szerencsére túlélte az egészet, mondja ez a helyi férfi. A leginkább sújtott térség az ország fővárosa és környéke. Freetowntól körülbelül 24 kilométerre található Régent városa, amely egy hegyvidéken helyezkedik el. Hétfőn a reggeli órákban az eső miatt itt omlott be egy hegyoldal, az itt élőket álmukban érte a katasztrófa. Több száz házat sodort magával az ár, a bentalvók többsége nem élte túl a katasztrófát. A helyszínre érkező mentőalakulatok azonnal megkezdték a túlélők utáni kutatást, őket is sokkolta azonban, hogy a romok alatt több száz holttestet találtak. Az emberek saját kezükkel kutattak a sárban szeretteik után. Amikor a halottak száma 400 fölé emelkedett, a hatóságok arról számoltak be, egész egyszerűen nincs hely a holttestek elhelyezésére, szerdára ezért egy tömeges temetést terveznek. Ami történt, rosszabb, mint az ebola járvány. Ez a legnagyobb katasztrófa, ami az országunkban történt. Még az ebola járvány alatt is a legtöbb halott 24 óra alatt 111 ember volt, mondja az önkéntes. Rengetegen még mindig nem tudják, szeretteik túlélték-e a tragédiát. A hatóságok szerint legalább 600 embert még keresnek, a mentőalakulatoknak azonban nehéz a dolguk. A hegyoldalak ugyanis csúszós sárral vannak borítva, nehéz eljutni oda, hol segítségre van szükség. Az országban több mint 3000 ember vált otthontalanná. A helyiek szerint nincs élelem, víz és szállás. Az ország vezetése a nemzetközi világ segítségét kérte, sőt, attól félnek, járványok indulhatnak el, ha nem kezelik a helyzetet. Sierra Leone-ban épp az esős évszak tart, ilyenkor gyakoriak az áradások. A mostani tragédia azonban Afrika elmúlt két évtizedének legnagyobb pusztítását végezte, szakértők pedig arra figyelmeztetnek, még csak az esős évszak közepe van, így akár több hasonló tragédia is várható még. Már 39 halálos áldozata van a bangladesi áradásoknak. A néhány napja pusztító árvíz félmillió embert veszélyeztet. A víz elől menekülőket a hatóságok táborokban helyezik el. Bangladesh minden évben súlyos árvizeket él át, az ország ugyanis a Ganges deltájában helyezkedik el, és a júniustól szeptemberig tartó időszakban területének 20%-a víz alá kerül. Szakértők szerint a szomszédos Indiában tapasztalt nagy esőzések miatt még a jelenleginél is nagyobb árvízre kell felkészülni az országnak. Megkezdődött a NAFTA, vagyis az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény újratárgyalása. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó 25 éve írta alá megállapodást, ami 23 éve lépett életbe. Donald Trump amerikai elnök a választási kampányában még azt ígérte, felmondja az egyezményt, ami szerinte károsan hatott az amerikai iparra. Végül meggyőzték arról, hogy tárgyalják újra a szerződést. Megérett a változásra a 23 éve érvényben lévő Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény. A megállapodást 1992-ben írta alá az akkori amerikai és mexikói elnök, illetve kanadai kormányfő.
A három ország most újra tárgyalja a szerződést. Már várjuk az eredményes és konstruktív megbeszélést. Kanada és Mexikó optimizmusának egyik oka, hogy országaink egy ideje nagyon erős kapcsolatot kezdtek kiépíteni egymás között, mondta a kanadai külügyminiszter. A politikus a tárgyalás első fordulója előtt nyilatkozott, amikor a mexikói gazdasági miniszterrel találkozott. Rajtuk kívül még az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője vesz részt az egyeztetésen. Ahogy az több oldalú tárgyalásoknál lenni szokott, most is lesznek két oldalú megbeszélések is. Az egyeztetéseket realista és pozitív hozzáállással kell lefolytatni, mondta a mexikói gazdasági miniszter. Az Egyesült Államok legfőbb célja, hogy csökkentse külkereskedelmi hiányát, amely Mexikóval szemben 64 milliárd dollárt, Kanadával szemben pedig 11 milliárd dollárt tesz ki. Egy mexikói egyetemi professzor szerint ilyesmit nem lehet szerződésbe foglalni. Kérdés, hogy megtartják-e az eddigi vitarendezési eljárást, de ebben Mexikó és Kanada egyetért. Jobban aggaszt az amerikai politikai dinamika, ami miatt olyan témákról is tárgyalhatnak, amelyek nincsenek a napirenden, mondta a szakértő. Amerikai kormánytisztviselők szerint a megállapodás megkötése nincs határidőhöz kötve. Mexikóban viszont jövő februárban választási kampány indul, ezért ott még azelőtt szeretnék lezárni a tárgyalásokat. Végleg lefegyverezték a kolumbiai FARC gerilla szervezetet. A kolumbiai elnök is jelen volt, amikor a lázadó csoport utolsó puskáit is átadták az ENSZ képviselőinek. Az elnök történelminek nevezte az eseményt, amely egy 53 éve tartó konfliktus zár le. A kolumbiai kommunista párthoz tartozó katonai szervezet tavaly kötött megegyezést a kormánnyal. A leszerelésért cserében az egykori harcosok amnestiában részesülnek, valamint 2026-ig 10 helyet kapnak az állami kongresszusban. Megérkezett a dél-angliai Portsmouth kikötővárosába a brit királyi haditengerészet eddigi legnagyobb hadihajója. A II. Erzsébet királynőről elnevezett 280 méter hosszú repülőgép hordozó naponta 800 kilométert is képes megtenni. 8 év alatt készült el egy kelet-skóciai hajógyárban, ahonnan még idén júniusban indult el. Ugyanott építik testvérhajóját, hogy a kettővel együtt újraélesszék a brit haditengerészet repülőgép hordozó kapacitását, melyet korábban takarékossági okokból szüntettek meg. Együttes beruházási költségük meghaladja 6 milliárd fontot. A Brexit visszafordításától tartanak a dél-angliai Kent megyében mind a lakosok, mind pedig az euroszkeptikus politikusok. A megye, amely legközelebb fekszik az öreg kontinenshez, 59%-ban a Brexit mellett tette le voksát tavaly júniusban. Békésen úsznak a hajók a Medway folyón, Anglia délkeleti részén. Apnor kastélya 450 éve mozdulatlanul áll a parton. Bár nem sok víz folyt le az alig egy évvel ezelőtti Brexit szavazás óta, a kenti lakosok már sürgetnék a végleges kilépést. Rochester városában például sokan nehezen viselik a Brexit szavazás utáni bizonytalanságot. Ez a kilépéspárti szavazó is elégedetlen a húzavona miatt. Get us out, quick. Lépjünk ki, amilyen gyorsan csak lehet. Azt hittem, ennél simábban fog menni. Ha előre megmondták volna, hogy ilyen sokáig fog tartani, akkor azt hiszem, sokan máshogy döntöttek volna, panaszkodik a férfi. Nagy-Britannia lakosai 51-49%-ban szavaztak a Brexitre. Kent ezzel ellentétben 59-41 arányban voksolt a távozás mellett. A megyében voltak városok, ahol a kilépés támogatói a 62%-ot is elérték. Theresa May márciusban érvényesítette az 50. cikkelyt, ami a kilépés beindítását kezdeményezi. A folyamat két évig tart, és várhatóan csak 2019. március 29-től fognak a britek hivatalosan is távozni az EU kötelékéből. Sok euroszkeptikus politikus szerint azonban nem erről volt szó a szavazáskor. Nem gondolom, hogy szükségünk lenne átmeneti időszakra. Az országunk lakosai azért szavaztak, hogy szabadon hozhassanak törvényeket, hogy szabadon használhassák fel a pénzüket, és azért, hogy ne idegen, általuk meg nem választott kormányok döntsenek a sorsukról, mondja ez a helyi vezető. A már most rögös kilépési tárgyalások várhatóan több évig elhúzódnak, ami mind a politikusokat, mind a szavazókat elkeseríti. A Brexit szavazók elégedetlenek a fejlemények miatt. Nem nehéz vagy könnyű Brexitre szavaztunk, hanem egyszerűen csak a kilépésre. Az emberek jogosan mérgesek az elhúzódó és felvizezett Brexit miatt, mondja a politikus.
A munkáspárt és több uniós képviselő is a Brexit visszafordítása és egy esetleges új referendum mellett kampányol. Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök nemrég kijelentette, a Brexit nem történhet meg, mert komoly károkkal járna a kilépés. Sokan azonban felháborítónak tartják az ellenmozgalmat mondván, a hagyományok megkövetelik, hogy összeszorított foggal ugyan, de véghez vigyék, amit a nép megszavazott. Jóvátételi kötelezettséget állapíthat meg a Nemzetközi Büntetőbíróság azoknak a történelmi emlékhelyeknek kapcsán, amelyeket a 2012-es Mali konfliktus során rongáltak meg. A terhelt az a férfi lesz, akinek az irányítása mellett leromboltak több 14. századi emlékművet Timbuktuban. Szakértők szerint a bíróság célja az elrettentés, valamint az okozott károk enyhítése lehet. Az egész világ döbbenten figyelte, hogy 2012-ben egy iszlamista csoport a földdel tett egyenlővé jó néhány több száz éves történelmi emléket Timbuktuban. Leromboltak több mauzóleumot, síremléket és más vallási kegyhelyeket is. A pusztítást felügyelő vezetőt később elfogták és a Nemzetközi Büntetőbíróság elé állították. A testület tavaly egy precedens értékű ítéletben 9 év börtönre ítélte Timbukta vandáját, aki az sem segített, hogy egyébként megbánást mutatott tettei miatt. Az ügy több szempontból is első volt, ekkor állt először bíróság elé dzsihadista Hágában, és Mali kulturális örökségének elpusztítását először kezelték háborús bűnként. Az ügyben a héten várhatóan újabb ítélet fog születni, elemzők arra számítanak, a férfi jóvátételi kötelezettségét fogják megállapítani. A döntés ezúttal is precedens értékű lehet. Elemzők szerint az ítélettel a bíróság egyik célja az lehet, hogy reményt keltsen világszerte azokban, akiknek a települése hasonlóan járt. Az elmúlt években az iszlám állam is ókori kincseket pusztított. A dzsihadisták óriási felháborodást váltottak ki azzal is, hogy számos történelmi emléket rongáltak meg a szíriai Palmürában. Timbuktuban egyébként a fából és agyaktéglákból készült mauzóleumok jelentős részét a dzsihadisták 2013-as leverése után nemzetközi segítséggel újjáépítették. A függetlenség napját ünnepelték Indiában kedden. Punjab tartományban a Pakisztánnal közös határon ezrek gyűltek össze, hogy egy színes katonai díszszemlével tarkított megemlékezésen vegyenek részt. Az ünnepségre nem csak a helyi lakosok, de pakisztániak is nagy számban érkeztek. A szomszédos ország egy nappal korábban, augusztus 14-én ünnepi a függetlenség napját. India 1947. augusztus 15-én szabadult fel a brit fennhatóság alól. Kulturális központtá és buli negyeddé alakították Minszk egyik ipari területét. A fehér orosz főváros egyik legrégibb részének vörös téglás házai a 19. század végén és a 20. század elején épültek. A környéken raktárak, régi villamos kocsiszínek és gyárak állnak, amelyek közül már csak néhányat használnak, azokat is csak részben. Új életet lehet fiatal vállalkozók egy csoportja Minszk egyik ipari negyedébe. Az első éttermet 5 éve nyitották és hamar népszerű lett. Azóta művészeti galériák, előadótermek, kávézók, fitness és jóga központok is megjelentek. Ez a kreatív ipar egyik központja, ahol az informatika és az üzlet keveredik a kultúrával és technológiával. A nemzetközi trendek és a jövő egyfajta nagykövetségeit Minszkben, mondta egy vállalkozó. A diktatórikus vezetésű országban a gyülekezési jog szigorúan korlátozott. A főváros kulturális és buli negyedét ezért többen a szabadság kis szigetének tartják. A szórakozó helyekre néha százak vagy ezrek látogatnak el. Különösen jó, hogy itt 5-6 vagy akár 7-8 órán keresztül is lehetőség van arra, hogy az ember ne lásson különleges rendőri erőket járőrözni, mondta egy könyveket és lemezeket áruló kulturális szakértő. A környék gyáraiban egykor több ezeren dolgoztak, de már csak néhány helyen folyik termelés pár száz emberrel. A legtöbb üzemben évekkel ezelőtt leállt a munka. A kihasználatlan helyiségeket eladták vagy bérbeadták. Nem a miénk a hely, csak engedik, hogy használjuk. Nincs rá garancia, hogy nem küldenek el, hogy lebonthassák, és a helyére építsenek egy 20 emeletes épületet egy 5-szintes mély garázssal. A mostani önkényuralmi rendszert megelőző diktatúra nyomai jól láthatók a buli negyednél. Mellette áll például egy olyan gyár, amit az 1917-es októberi orosz forradalomról neveztek el. Bejáratánál Lenin mellszobra látható falán pedig a kiváló dolgozóinak fényképei. Óriási omlettet készítettek a kelet-belgiumi Malmödi városában. A hatalmas omlett 10 000 tojásból készült egy méretes serpenyőben.
Megfűszerezték és szalonnát is kínáltak hozzá. Az eseményt az Óriási Omlet Lovagjainak helyi csoportja szervezte. Vezetőjük biztos abban, hogy az általuk használt tojások közül egyik sem fertőzött rovarirtóval. Erről annak kapcsán beszélt, hogy egy holland cég tojások millióit fertőzte meg az érintett szerrel. A fertőzött tojásokból több európai országba jutott. Magyarországon fagyasztott, félkész termékekben mutatták ki az egészségre is veszélyes szert. És eddig tartott a világhíradó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!